Üdvözlök, ismétel mindenkit! Mostanában nem akar összejönni ez a livestream. Ez azért van, mert túl sok Facebookot néztem. Látszik, hogy van, akit ilyen videók tűtődnek. Ez az oda mostan, ez a Facebook. Facebook! Néztem. Másokat néztem. Ez annak a jele, hogy kezdett az agyam gyöngülni. Hogy ahhoz, hogy te másokat megbírjál nézni, eléggé gyöngének kell lenni az agykapacitásnak. Nem kell felejteni aztat, hogy a gyenge elméből lehet a legtöbb pénzt megszerezni. Gyenge elme hajlandó másokat nézni. Mit csinál a másik? Mi lesz? Mit csinál? Nagyon semmit sem. Ez a Facebook arról szól, hogy a másikat nézem. Most kicsit visszajövök az időbe. Másikat nem nézni kell, mert fizikailag kell létesítő kapcsolatot. Nem erről van szó ez a Facebook. Bámolod virtuálisan, valóságban is el lehet érni. Olyan módszerekkel. Ez a Facebook, most mondok ilyen véleményt, ugyanúgy, mint a YouTube is, legjobban a fogyaló társadalomnak. Nem a fogyónak, hanem inkább ilyen gyenge elméleknek van kitalálva, akik a valós életükben nem tudnak sok mindent elérni. De virtuálisan tartsák egymással kapcsolatot. Virtuálisan irdogálnak. YouTube-on tehát van ilyen vacak, újabban ez a játék, streamek! Abban éleszkednek jó sokan, főleg ilyen oktatásban, hogy már nem játsznak, hanem megnézik a másikat, hogy játszik. Na ez aztán... Nagy ész az egész! Ilyen több játék, streamek, végigjátszások! Én az életben semmikor egyet négy végigjátszást sem néztem meg. Vannak ilyen botrányok, végigjátszások. Hogy ki a fenét érdekel, hogy játszott végig? Hát nem. Főleg majd még játékot is játsznak. Vannak ilyen nagyon sok gyenge elme. Aki nagyon betegek. Jó, voltak ilyen fórumokon. Retro számítógépet raknak össze. Retrót, hogy ugyanazt az élményt, amit játszanak rajta, játszottak 10-20 éve ezelőtt átdiák érezni. Nosztalgiáznak. Olyakkor komoly gondok vannak. Nehogy lehet a virtuális világban nosztalgiázni. Meg újból átélni az örömeket. Nem is arról van itt most szó, hogy mi van. Más mit csinál, hanem arról van szó, nincsen most nem volna livestreamet. Azért, mert ez a YouTube meg a Facebook megtesz mindent, hogy egyre hülyébb legyek. Rövidebb legyen az agykapacitásom. Rövidebb legyen a memória, készlet, mindent. Megtesz. Könnyedén bénak manipuláltatni, úgy néz ki. 2 évet simán le tudtak manipuláltatni. 2 évet. 4 év óta ez a csatornácska, ami nagyon jó lett volna. A legnagyobb hiba az, hogy a kurva a YouTube-ra kellett figyelni. Helyette nem a YouTube-on lenne, hanem a kurvák közé kellett volna járni. Egyszer nem adta meg azt a virtuális YouTube-a az elért szinteket. Most vagy nem akar rámenni a YouTube-ra. YouTube, YouTube, YouTube. És itt lehet nézni. Pont most másik helyen van. Töltődik le az adatok! Arról van szó, többször videóban megmondtam, hogy
amit én fizetek, az maximálisan legyen. Nem úgy, hogy van az átlagos munkás réteg. Van ilyen statisztikáim, hogy a munkások mit is, mennyit szoktak átlagban elfogyasztani internetet. Olyan kb. Olyan 3 gigabyte-ot. Vagy még 20, 30, 40 gigabyte körül. És itt van a legelső oldal, próbál befolyásolni. De én tudom eztet, hogy ez itten nagyon nem az. Ugyaneztet a valóságban is el lehet érni. Van a kanális csatornácska, akkor is nyílt meg. És itt van ez a szöveg még. 2017 tizedik hónap tizedikén. Úgy néz ki, hogy nem tudom az éveket számolni, nem 4 éves, hanem több mint 3 éves. Akkor is 2 évet elcsesztek. Hogy az alapból az lett volna, arról szólt volna, hogy nézek egy oldalt, azt is lesztreamelek. Ebben az off-stúdióval mindent lesztreameljek. Akármit is csinálok, azt lesztreamelem. Azért streamelem le, mert megtehetem. Ha megtehetem, akkor mitől is lesztreamelném le? Van szalidő rá, elindítom a streamet, és ez jó. Egy pár év után visszanézhetem, hogy mi is lett, mi is csináltam. Múltban nem a tanni jelent nézem meg, akkor sem meg. Hogy mi is volt, hogy mik a hibák benne, és most már 2 évet nem bírok visszanézni, mert nem lett olyan jellegű streamek csinálva, hogy egyszerűen el van indítva a streamelő, és egyszerűen megy fel az internetre, hogy például mit csinálok, és egyszerűen már olyan rendeszert lenni vált az egész asztali kinézet. Egyszerűen a kinézet, hogy rosszul néz ki. Előző évi, legelső évi fél évben vagy egy évben még rendesen volt összerakva a csatorna. Ez a YouTube hatása, meg a Facebook hatása egyszerűen nem annyira rendezett, mint volt. Ez nem annak a jele, hogy más dolgaim is voltak, más is tevékenység, a pénzszerzésen is csikét van valami írva. Itt a mondatban a munka lehetőség szerzés véget elvész. Itt van a képzeletbeli valóságban van a pénzszerzés, akik a kevéssel megelégednek. Örülnek a 200 eurónak. Ha jártam, azok azt mondták, hogy jó. Jó, hogy jó. Az kapó, vagy is hívják ott. Az sem kap jóval többet. Kapott 40-et, 45-öt. Tényleg elégedj meg a 200-al, 26 ezerinál. Kb. Ez a valóság. Na. És itt van ez. Szóval. És ami történt, az megtörtént a múltban. És most jön ez a rossz felfogás. Hogy a múlt kihat a jövőre. Nagyon sokan most a jelent néznék. Most van ez a jelen, hogy újból elkezdek egy pár darabig nyomni ilyen livestreameket, szóval időben, ha még tehetem, ami arról fog szólni, hogy be van kapcsolva a számítógép, és akkor egyszerűen veszi, hogy milyen oldalakra is szoktam rámenni, nem ilyen Facebook, hanem más, amit keresgélek, olvasgatok, és azt fogja tovább venni, és a jó, de jó, megoldódott a probléma. Nagyon sokan azon vannak, hogy jelenben valami megoldódik, az nem megoldás általában van. Mert a múlt lelátni, és egyszerűen nincs megoldva. Akkor van megoldva, ha legalább olyan egy év vagy egy év eltelik, és folyton van a múltban. És ha az van, az jóval nagyobb kihatása van a jövőre. Egyszerűen ez a YouTube-ocska, meg ez a Facebook-ocska, valahogyan ezek az oldalak kezdik megrontani a hitemet.
az egyéni jogaimat kezdik sértegetni. Elvenni az szabad internetet. És nehogy azt higgyék, hogy ez nem így volt, meg lehet nézni. Meg is nézem, a videóknál rámegyek. És olyan videók fognak kijönni, amik még nem most voltak, hanem az év legelső évben. És kiasszom azt, hogy legidősebbek, öregebb videók. És látszik, mi is van szó. Itt van ez a vonat, ami már nincsen! Elvitték Beográdba. Helyette ruszki vonatok vannak. És itt van, hogy mi is volt még, 3 évvel ezelőtt, voltak ilyen reklámok, élő közvetítések, bemutatók. Ez pont az a rész, amit előmondtam, hogy ez az voltak itten, 27-ek per streamelések, hogy egyszerűen el volt indítva a számítógép, és amik voltak rajta, azok mentek. És én most nem bírom azt nézni, 3 évvel ezelőtt mi is volt a számítógépen. Mi itt is voltak felrakva, azóta mennyit is változott az agy. Te, akinek a piadni jelenben van, nézi folyton a tévét, üdvözlöm mindenkit nem a van semmilyen. Most egy játékot fogok nyomat mutatni. Maga. Után, az nagy valószínűséggel soha nem fogja észrevenni azt, hogy az évek alatt mi is. Mennyit is változott, mennyit romlott az agy kapacitása. Most én egyszerűen kibírom keresni azt, hogy mi volt. 2017. szeptember 2-én. Hát, nézd, nagyon jó műség volt. Nincs is kép rajta. Sőt, itt van speedek, YouTube. Mi van ez? Ez mind-mind ezek a dátumilag. Ezek azok voltak, hogy egyszerűen fel volt csavarva a számítógép is, belet rakva egy kamera is lett vételezve. Semmi más nagyon nem szóltak. Vannak még az elején, hogy mentem még Szabadkára. Számítógépes rendszer. Hát, voltak ilyenek itten. Itten azóta lett nagyobb, hogy itt 1000 néző után, vagy 10 000 után elmértem volna érni simán, és nem értem át. Legyen egy pénz. Elején még olyan súlyak ilyen pénzre lett csinálva az egész, de rájöttem, hogy ebben nincs nagy haszon. És látszik, hogy mikre is adták ki, hogy mit lehetett elérni még. Na most már. Meg a macska is, mennyire fiatal volt még. Változik az idő, mennyire is másabb, mint most volt. Jusko nem nézni meg, hogy akkor érdekelt az, hogy megnézi, vagy nem nézi meg valaki. Hogy még szállított valamit. Hogy megnézték, vagy nem. De most már nem érdekel. Abszolút már. Hogy nézitek, vagy nem. Mit érdekel az engemet, hogy ti látni fogjátok, vagy nem fogjátok. Ez mind-mind arról voltak itt ilyen videók, hogy egyszerűen volt időre, oktatás közben, és akkor el lehet simán indítva egy kamera. Mi vagy egy felvételező alkalmazás, itt az Off Studio van, akkor meg volt a, miért volt, több volt, volt az a Bandicam, Freecam, hogy voltak, meg itt van ez a régi 17.10-es rendszeren lett rajzolva, és ilyenek lettek berakva. És itt van a legfontosabb, itt még megvan az a szidás, akkor még a vallások, minden benne volt, sportika, minden meg volt, és ezt a YouTube 2 év alatt tönkre tudta tenni, meg a Facebook is. Ez annak a jele, hogy az egyén, aki csinálja a csatornácskát, az legyengült. Nincs meg az agynak a kívánt kapacitás. Hát, volt jó sok minden, jó kellett fogni az agynak, fő a változatosságok voltak, és még látszik, még van benne a
újabbikban már nincsen. Hát vannak ilyen videók is, amikor emletek. Vadászatok voltak. Láttam volna a médiumnak, hogy tisztára, egyszerűen ilyen sávom lett volna. Stáv, ilyen filmek lettek volna. Futkároztam volna, boldogan. Lettek volna támogatók. És lehet, hogyha letnének, nem itt jelnek. Lehet, hogy nem kellene a hatalmi szerek vezetése, de nem lett senki ilyen támogató. Kételen voltam másfelé menni. Volt ilyen angol nyelv tanulás, minden volt. Jóval változatosabb volt, sokkal több minden volt. Fel volt rakva, nem is annyira érdekelt, hogy még csak legyenek rajta, és egyszerűen összejöttek. Számok is van, nem is a szám a lényeg itt a változatosabb volt, jóval, és egyszerűen egyre több ilyen YouTube van, meg ilyen Facebook, ha kezdünk megromlani az agykapacitása. Annak a jele, már kétszer-háromszor elmondtam, de most nem mondom még egyszer. Én tudom aztat, hogy ti nem fogjátok azt észrevenni, ha nem csátok magatokra semmilyen jegyzetet. 2-3 év után, hogy mennyit is romlott az agy, nagy valószínűséggel romlani fog. Nem fejlődni fog, hanem meg fog romlani. Romlott agyúak lesztek. Lehet, hogy belenyugodtok nagy valószínűséggel, és nem fogjátok tudni azt, hogy mit volt, mi, mit változtatok, mert van egy olyan múlt, mindig kiad a jövőre, én a jelen nem nézem, nincs nekem nagyon semmilyen célom se,